A reformáció 500. évfordulója alkalmából az Evangélikus Országos Múzeum megújult kiállításra várja a látogatókat. A múzeum 1973-ban alakult, melynek első állandó kiállítása 1979-től volt látható. Amiben különleges ez a kiállítás, az talán inkább a többi egyházi kiállításhoz képest. Az egyházi kiállítások vagy egyháztörténettel, vagy kincstárként funkcionálnak. Mivel mi vagyunk az egyetlen országos evangélikus múzeum, ezért sok mindennek kellett helyet adnunk, így a kiállítás három részre oszlik. Az első része az úgynevezett főtér, ahol beszélünk arról, hogy az evangélikus egyház hogyan élt a társadalomban, milyen volt a viszonya a mindenkori hatalomhoz, és ez hogyan hatott az egyházi életre. A második része a templom, ami leginkább egy ilyen hagyományos kincstár jellegű kiállítás, ahol a kegytárgyainkat mutatjuk be, de ezeken a kegytárgyakon keresztül megpróbáljuk kicsit megmutatni azt, hogy mit tanít az evangélikus egyház, milyen volt a hitélete. A harmadik részét pedig családnak neveztük el. Ez a rész beszél arról, hogy a vallásosság, a hitélet a mindennapi életben hogyan jelent meg. Az új állandó kiállításnak a címe Luther öröksége. Speciális helyzetben vagyunk, a Magyarországi Evangélikusság, az Evangélikus Levéltár őrzi Luther Mártonnak az eredeti saját kézzel írott végrendeletét, és ebből a végrendeletből jött ez az ötlet, hogy a Luther örökségére is utaljunk. Luther végrendeletét a 19. század elején vásárolta meg 40 aranyért Jankovics Miklós műgyűjtő, amit később a Magyar Evangélikus Egyháznak ajánlott fel. Érdekes tárgycsoportunk az úgynevezett relikviák, amelyek neves emberekhez, neves evangélikusokhoz kötődnek. Kossuth Lajosnak, illetve Petőfi Sándornak vannak itt olyan tárgyai, illetve hozzá kötődő tárgyai, amik egyediek, és amiket nagyon féltékenyen őrzünk, és nagyon szívesen mutatunk be a látogatóinknak. Talán a legfontosabbat említeném meg, a Selmecbányai Evangélikus Líceumnak az érdemkönyve, ahol Petőfi Sándornak az első vers kéziratát olvashatjuk. Az árvízi kehely a múzeum egyik értékes műtárgya, amely az 1838-as nagy árvíz után került a pesti evangélikus templomba, miután Lang Mihály lelkész kinyitotta a templom kapuit az árvíz elől menekülő keresztény és izraelita felekezetű pesti lakosoknak. A kelyhen a deáktéri evangélikus templomot még toronnyal ábrázolták, amelyet 1865-ben bontottak le az épület egyre rosszabb statikai állapota miatt. És hogy egy keresztény templomba vészidején zsidókat beengednek, ez azért az 1830-as években annyira nem volt egyértelmű, mint ahogy ezt ma gondoljuk. Valóban egy gyönyörű szép kehely, egy bécsi ezüstművesnek a munkája emlékezik meg erről. Láthatjuk rajta a templomot, és láthatunk rajta egy bibliai igét, héber és német nyelvű feliratokkal. A kiállítás templom témájú terében láthatjuk a Sziráki templom keresztelő medencéjét, illetve a nemescsúi szószékoltár egyik másolatát. Szószékoltára csak evangélikus templomban talál a látogató. A szószéknek és az oltárnak az egybeépítéséből keletkezik. Van egy nagyon komoly teológiai mondani valója is, méghozzá az, hogy az evangélikus istentiszteleti rendben az ige hirdetésének, a prédikációnak, ami a szószékről történik, és a szentség kiosztásának, azaz úrvacsorának teljesen egyenrangú, egyforma a szerepe, és ezt fejezi ki belső építészetileg a szószékoltár. A kiállítás részét képezi még az alaksorban kialakított emlékszoba, amely Keken András és Stíló Gábor evangélikus lelkészek emléke előtt tiszteleg. Igyekeztünk megidézni azt a korszakot, amelyikben a zsidómentés zajlott, és a pincében megpróbálunk megidézni egy régi régópincét, ahol kiállítottuk Keken András és Stíló Gábornak a személyes tárgyait, illetve digitális alkalmazásokban, ide-oda elrejtett képernyőkben mutatjuk meg azokat a képeket, amik megidézik a kort, a II. Világháború, az ostrom korszakát, de maga a helyszín hiteles, hogy a vízkorszakban valóban itt zajlott az embereknek a mentése.